Az egységes ellenzék az ország 27 pontján, többnyire billegő körzetekben helyezette kivetítőket, amelyeken főbb üzeneteiket szeretnék eljutatni a választókhoz. Tordai Bence híradónknak azt mondta, a közmédiában 4 évente kapnak 5 percet, ezért kellett más megoldást keresniük. Nem csak bömbi autók, hanem nagy LED falak is hirdetik az egységes ellenzék üzeneteit. A választók az ország 27 pontján találkozhatnak a kivetítőkkel, zömében olyan helyeken, ahol kétesélyes a voksolás. Pécset hétfőn Hoppá Péter fideszes országgyűlési képviselő egy ilyen LED falnak húzta ki a kábelét. A politikus egy helyi portálnak azt mondta, szerinte a kivetítő nem a térre való, ezért polgári engedetlenségből megszüntette a működését. Budapesten a Széll Kálmán téren van ellenzéki kivetítő, működik is, a Párbeszéd képviselőjével ott találkoztunk. Tordai Bence szerint azért kellett ilyen kampányeszközhöz nyúlniuk, mert például a köztévébe nem tudnak bejutni, hiszen 4 évente kapnak 5 percet. Nem tudunk óriás plakátokhoz hozzájutni, 2000 van országosan, miközben a Fidesznek 24 000, és nagyon sok csatornán nem tudjuk egyszerűen elmondani az üzenetünket, azt a 3 mondatot, amit szeretnénk minden magyar választóhoz eljutatni. Az egyik ilyen üzenetük, hogy Orbán Putyin embere, az ellenzék pedig a nyugathoz tartozik. A másik, hogy Orbán okozta a gazdasági megélhetési válságot, de az ellenzék tudja megoldani. A harmadik pedig, hogy a kormányváltás a garancia arra, hogy az uniós pénzek megérkezzenek Magyarországra. Nagyon kevés voks dönthet. Závetsz Tibor szerint sokat számít minden alternatíva, amely eljuttatja az ellenzék üzeneteit a választókhoz. Egy ledfal mellett elmenni, egy hangszoros autóból szóló információkat meghallani, az mindenki számára egy adekvát elérési mód. Én azt gondolom, hogy ez hozhat plusz szavazatokat. Somogyi Zoltán szociológus úgy véli, egy kampány akkor működik jól, amikor a választók azt érzik, már elegük van belőle. A legeslegfontosabb az az, hogy hány olyan szavazó van meg egy-egy körzetben a különböző kampánystáboknak, akiket a választások napján már fel tud hívni, akikkel megvan a személyes kapcsolat, csak ilyet arra tud kérni, hogy az ő barátaiknak ők is telefonáljanak és hívják választani. Idén az is elmehet szavazni, akinek lejárt az okmánya. A koronavírus járvány miatt a kormány ugyanis meghosszabbította a 2020. március 11-e óta lejárt okmányok érvényességét.